Több százan gyűltek össze Nyírbagáton a görögkatolikus templom most épült tornyának átadására. Az ünnepélyes szalagátvágást követően az új épületrészt Szocska Ábel nyíregyházi megyés püspök szentelte meg. Megáldatik és megszenteltetik ez a megújult templom és az új templomtorony a Szentlélek kegyelmes a szentelt vízzel való meghintés által az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Az egész nyírség belátható a háromszintes torony tetejéről, az épület részt így kilátóként is használhatják majd az ideérkezők. A településen nem csak a görögkatolikus egyház közösségnek, hanem a település egész közösségének régi vágya volt, hogy a görögkatolikus templom elé kerülhessen egy olyan torony, ami elhelyezésre kerülhet a harang. A helyi közösség saját forrásból ezt sajnos nem tudta megvalósítani, így nagyon nagy segítségünk volt, amikor a megyei turisztikai programhoz csatlakozhattunk. Köszönet a magyar kormánynak, Sesták Oszkár vármegyei közgyűlés elnökének a lehetőséget, amelynek keretében egy közel 70 millió forintos, mára 70 millió forinttá fejlődött keretből, építhettünk egy kilátóul is funkcionáló létesítményt, ami egyben templomtoronyként is szolgál. Nyírbagáton is áthalad Közép-Európa legnagyobb zarándok útja. A torony építése a zarándok turizmus fejlesztéséhez is hozzájárul. Nyírbagáton keresztül megy a Mária út. Mária Pócs itt van 11 néhány kilométerre, és fontos mindannyiunk számára, hogy a Mária úton zarándoklók be tudjanak térni, és még mielőtt egy nagy lélegzetet vesznek, és eljutnak Mária Pócsra 11 néhány kilométerre, megpihenjenek egy kicsit, és a nyírségben körbenézzenek. Az átadáson és a liturgián a vármegyei közgyűlés elnöke is részt vett. Egy templom nem csak egy egyszerű épület, hanem egy jel, egy olyan jel, amelyre figyelnek a településen, a messzebbről jövők, irányt mutat, illetve ki is látni a tornyából. Ezért fontos ez a beruházás, mert eddig csonka volt ez az épület, csonka volt ez a templom torony nélkül. Valószínű, hogy nem volt a helyi közösségnek pénze akkor, amikor a templomot építették, hogy tornyot is építsenek mellé. Most ezt a fájó hiányosságot sikerült pótolni egy turisztikai pályázatnak a segítségével, amely figyelmeztető jelent ezentúl az ide látogatóknak, illetve kilátóként is szolgálhat a templomtornyot meglátogatóknak. A torony építése mellett a TOP turisztikai pályázatából egy a bogáti forgatakhoz kapcsolódó kiszolgáló teret is kialakítottak.